Jön! Két szám a jó Rannát. Nagyon ügyes voltál, Lénárd. Szervusz, Nóri. Úgy hallottuk, hogy szeretnél énekelni a Magyar Rádió gyermekkórusában. Igen, szeretnék. Akkor most meghallgatjuk Soma bácsival és Judit nénivel, hogy milyen szépen cseng a hangod. Mit fogsz énekelni nekünk? Én a cipősütéssel készültem. Bartók? Az igen. Adok hozzá egy hangot, jó? Kertem alatt, arat három varjú, tűcsök gyűjté, szúnyog köté kívét, bolha izog, bolha izog, ugrál, szekérre kívét hány. Hát ez fantasztikus volt, Nóri. Nagyon ügyes vagy. Isten hozott a Magyar Rádió gyermekkórusában. Én kicsike vagyok, nagyot nem szólhatok, mégis az Istennek dicséretet mondok. Jól van, Lili, ez nagyon szép volt. Egy esélyes vagy, hogy te legyél a szólista, de most szeretném meghallgatni még Aliszt is. Mehet, Aliszt. Én kicsike vagyok, nagyot nem szólhatok, mégis az Istennek dicséretet mondok. Jól van, Aliszt. Ez is nagyon szép volt. Ezzel együtt azt mondom, hogy legyen a Lili a szólista a koncerten, és Alice pedig rád is nagy szükségünk van, hogyha a Lilivel bármi történne, bár remélem, hogy nem fog, akkor te leszel helyette, jó? Akkor te leszel a beugró. Jó. Mi van, gyerekek? Mi ez a nagy izgalom? Szeretettel meghívjuk Judit nénit a videóklipünk bemutatójára. Szombaton éppen ráérek. Köszönöm! Szuper, ez most nagyon jó volt, nagyon jól szólt. És most ragadnám meg az alkalmat, hogy mindenkinek gratuláljak az egész éves munkájához, mert nagyon szépen megtanultuk ezt az egész Michael Haydn művet, és ezt fogjuk tudni megmutatni majd a zárókoncertünkön, nem csak a szülőknek, hanem tulajdonképpen az egész Magyarországnak, ugyanis a Magyar Televízió közvetíteni fogja ezt a koncertet, és így mindenki láthatja, hogy milyen fantasztikusan szépen énekel a Magyar Rádió gyermekkórusa. Ja, nekem a táncos rész volt a legjobb. Igen, azt nagyon jól kitaláltad, az szupi volt. Köszönöm. És te meg nagyon jól kamerázted az egészen. Igen, nagyon jó volt. Szerintem a hősös rész volt a legjobb. Nagyon jó is van. Amikor tényleg, amikor bementünk a nagy tanáriba, annyira vicces volt. Ja, igen, szuper jelmezben voltunk, és
Balkó háromszor elesett. Bodzi, be kell vallanom, a muffin receptet tökéletes. Köszi. Ezt tanúsítom. Balkó, ne edd meg mindet. Ne marad a vendégeknek. Megjöttek! Bocsánat, csak azt akarom mondani, hogy szuper lesz, mert én voltam az operatőr. Na, szóval mielőtt még egyszer megnéznénk, hadd mondjam már el, hogy annyira büszke vagyok rátok, de tényleg. És nem csak azért, mert szuper lett a klip, hanem azért is, mert tényleg egy nagyon jó csapat vagyunk. Jól van. Na, nézzük még egyszer. A mai nap Margójára csak annyit mondanék, gigantikus siker. Úristen, akkora flash volt ma. Végre kész lett életem első videóklipje, vagyis életünk első videóklipje, mivel nem egyedül csináltam, hanem az osztályommal. Akkora királyok vagyunk, Judit néni szóval sem jutott. Oda volt, meg vissza. És Anna megdicsért, hogy milyen jó koreográfus vagyok. Ez így van. Szóval most már tuti, hogy koreográfus leszek. Köszönöm a családomnak, köszönöm mindenkinek. Judit néni szerint Oscar-díjat érdemelnék. Bár volt pár homályos kép, de az a koncepció része volt.